itt vagyunk a Playten, meséltek kicsit, hogy ti kik vagytok, kit cosplayeztek. Hát sziasztok, én Ikona Klassz cosplay vagyok, és ők pedig itt a bandám, a négy Rocksporti négy alapító, ott láthatjátok Mordekárt, Hugrabugot, Griffennélt, és személyemben pedig Hollóhátat. Mi vitt rá arra, hogy őket válasszátok? Mármint magukra, a karakterekre gondolsz, vagy ezekre az emberekre, hogy mi alapján szűrtük, hogy ki kivek. Legyen is. Hát igazából a casting része az egy kicsit adta magát, mert hogy Ibu nagyon nagy rajongója a szériának, úgyhogy az ötlet az így nagyjából tőle származik. A többi meg már valahogy jött magától, mert mi nagyjából össze vagyunk nőve, úgyhogy általában egymásra szoktunk gondolni, ilyesmiről van szó. Úgyhogy így szerintem lefettem, hogy ezért Karaktívan gondoltál rá. És karaktereket tekintve? Pedig szerintem nekem legalábbis izgalmas kihívás volt, mint costume design, az, hogy megvalósítani egy olyan univerzumból olyan szereplőket, akik egyelőre csak írásos formában léteznek, és hogyha esetleg film készülne róluk, vajon milyen ruhákat adhattak volna rájuk. Engem ez motivált. Szóval az alap costume design az Pózsika volt, én voltam az a pedig között, hogy nem, nem lesz arasztlános hálózat, azonban nem kell, az sok. Igen, ő volt az assistant supervisor mellettem. Én sokkal jobban ért egyébként a férfi öltözékekhez, mint én, úgyhogy általában abban azért az ő vélemény, vagy az ő segítségét kellettem, meg az ő véleményére hallgattam. De hogy igen, úgy összességében az én döntéshozatalomon alakult így a végső kinézet. Mi jelentett a legnagyobb kihívást jelmezkészítés közben? Hát igazából az idő, mert ez nagyon nehéz egy csoportos cosplaynél összehozni, hogy ugye mindenkinek a munkája mellett és egyebek mellett szakítsunk érdemi időt arra, hogy együtt tudjunk dolgozni és segítsünk egymás munkájában, ugye mindenki másban jó, mindenki másban tud bele segíteni. Úgyhogy igazából ezt mondanám nehéznek, tehát ez nem volt könnyű mindig összehozni, de megoldottuk. A legelején hogyan csöppentetek bele ebbe az egész cosplayezésbe? Még így a nulláról, amikor még így teljesen nulláról. Hát nekem nagyjából ez egy ilyen két és fél évvel ezelőtt történt, amikor Elion cosplay barátnőm, mivel mi ugye egy főiskolára jártunk, és hívott engem, hogy hát esetleg nem tudnék neki segíteni, mert hogy ő akkor még annól pultozott is, esetleg beülnék a pultjába, mert hogy neki kép versenyük lenne, ami egyébként szombaton van, tehát ha van kedvem, akár be is szállnék a csoportba, és hát ez egy ilyen Disney cosplay volt. És aztán azon kaptam magam, hogy így annyira izgatott a kérdés, hogy így este már nézegettem a neten, hogy én melyik karaktert választanám szívesen abból az univerzumból, és így attól kezdve már nem volt megállás. Elkapott a gépszi, igen. Ha kötetlen számú forrás áll a rendelkezésetekre, mi lenne az a cosplay, amit megvalósítanátok? Hát, hogyha kötetlen lenne... Azt a sokat, amit szeretnék, azt mindnek fel, hogy elvinném kötetre. Kirándulni. Akár ez is lehet, viszont nekem valószínűleg egy ilyen nagyobb valami produkcióra fordítanám ezt a dolgot, tehát lehet akár film is ez a történet, ahol ugye azok az embereket, akiket ismerek ilyen dolgokba érdekeltek, azokkal összejönnék, megdumálnánk egy jó koncepciót, és csinálnánk akár egy saját filmet is. Na, nagyon jól hangzik. És mik a tervek a jövőre? Túlélni. Hát, hogy ha a mai napot nézzük a jövő tekintetében, akkor egyelőre igen, mert most már a parókák okozta a fejfájás, az kezd nyomós lenni. Nem segít a DDR zenélyesen? Igen, annyira nem. De nekem ilyen nagyon távlat, ilyen évekre előre vezethető, sose szokott lenni, én abban annyira nem hiszek, mert mindig a kisebb célok beteljesítés az, ami szerintem működtethető dolog. Nekem a következő, ami ilyen úgymond nagyobb, még két évvel ezelőtt én a Katniss Everdeennek az esküvői ruháját megcsináltam, és azzal egyelőre semmilyen díjat nem sikerült nyernem, és nagyon sok munka van abban a ruhában. Úgyhogy őt most egy kicsit úgymond leporolnám, és az év második felében szeretnék majd Bécsben indulni vele egy versenyen. Na, nagyon jól hangzik. És még egy utolsó kérdés záróképpen, nektek, mint kívülállóknak, mi a véleményetek az alvásról? Nagyon szeretjük, ez egy fantasztikus dolog. Azt levettem, én is azt fogom csinálni. Sőt, lehet, hogy leszek. És úgy fogsz egyből egy Na, szuper, ennyi lett volna, köszönjük. Én is köszönjük.